Sziasztok, srácok! Világos vagyok. Ezt a videót mindenképpen érdemes lesz végignézni, mert most az esvéről lesz szó. A videóban el fogom magyarázni, hogy micsoda az esvé, hogyan működik, mi az alapgondolata. Mutatni fogok rá különböző ábrákat, illetve példameccseket, és arra is ki fogunk térni, hogy miért nem kell igazán aggódnod az esvé miatt. Hát először is, hogy mi is az az esvé pontosan. Az esvé az a survin, vagyis survinnek a rövidítése, ami biztos nyerést jelent. Először is azt tudnunk kell, hogy az amőba maga az egy megoldott játék. Ugye tudjuk, hogy van az X, aki kezd, és a kör, aki másodhúzó. Az, hogy az amőba megoldott játék, ez azt jelenti, hogy az amőba játék jellegéből adódóan a játékot elkezdő játékosnak előnye van a másodhúzó játékossal szemben. Hiszen, ugye, aki kezdi a játékot, az támadhat először, és ő alakíthat ki sima hármast. Tehát a kérdés az, hogy tulajdonképpen micsoda az az esvé. Mit jelent a biztos nyerés, és hogyan hozod létre? Erről lesz szó a mai videóban. Itt az ábrán a sakk, illetve az amőba összehasonlítását láthatjuk. Az esvé fogalmának megértéséhez össze kell hasonlítanunk a sakkot az amőbával. Ahogy a képen láthatjuk, tudjuk, hogy a sakk esetében a fehér kezd, és azáltal, hogy ő teheti meg az első lépést, minimális előnyben van a feketével szemben. De ez a kezdés joga a sakkban nem jelent a fehér számára biztos győzelmet. Tehát mit jelent ez? A sakkban vannak úgynevezett szuperszámítógépek, olyan erős sakkprogramok, amelyek a világbajnok Magnus Carlsent is 10 meccsből 9-szer mindig megverik. Ezeket a döbbenetesen erős szuperszámítógépeket, sakkprogramokat gyakran játszatják hivatalosan is egymás ellen, ezeknek van külön világbajnokságuk is. Azonban olyan még soha nem fordult elő, hogy egy szuper számítógép egy sakkpartiban tett egy lépést, majd kiírja azt, hogy max. 250 lépés múlva biztosan mattot fog adni. Ilyen még soha nem fordult elő. Ezért úgy is mondhatjuk, hogy a sakkjáték az nincs megoldva. Vagyis a sakkban nem létezik egy olyan megnyitás vagy lépés sorozat, amit megjátszva világos biztosan minden esetben nyerne. Na most az amőbában már más a helyzet. Az amőbában szintén két színnel lehetünk, vagy figurával, ugye az amőbában van az X, illetve a kör. Mindig az X kezdi a játékot, tehát ő rakja le az első bábút, és csak utána rak a kör. A lényeg az, hogy a sakkal ellentétben az amőba az egy megoldott játék. Pontosan mit jelent az, hogy az amőba egy megoldott játék?
Matematikusok bebizonyították, hogy az amőbában a játékot kezdő játékos, vagyis az X, elméletileg képes megnyerni csak amiatt a játékot, mert ő kezdett. Tehát ez azt jelenti, hogy az amőbában a sakkal ellentétben, az amőbában a kezdés joga elméletben jelenthet győzelmet. És ezért számít az amőba megoldott játéknak. Tehát az SV az tulajdonképpen az a taktika, vagy lépés sorozat, amellyel a játékot kezdő játékos elméletileg biztosan győzni tud. Tehát amely a kezdő játékos számára biztos nyerést jelent, ez jelenti, ez az SV. És itt a következő képen láthatunk egy példát a standard, legtipikusabb SV-re, ugye X-el. Ezt a meccset Babylon ellen játszottam, én vagyok az Ook Chess Master. Egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Babylon nagyon erős játékos, és általában veszítek ellene. Na most itt ez az alakzat, amit itt X-el a képen látsz, ez az SV legtipikusabb formája. És amint azt egyébként, tehát ugye így kezdődött maga a meccs, én vagyok X-el, ez az SV legtipikusabb standard fajtája. És amint a következő képen látjuk, ezt a meccset valóban sikerült megnyernem X-el. Utána kikaptam. Na most szeretném elmondani, hogy mi nem az SV. Sokan úgy vélik, hogy az SV az a sikernek a biztos receptje. Tehát vagyis számos játékos gondolja azt, hogy ha SV nyitásban nyitsz X-el, akkor biztosan nyerni fogsz. Ha X-el vagy, akkor biztos a győzelem. Na ez egy tévhit. Ez nem igaz. Ugyanis amit előbb mondtam, hogy az SV-ben az X-nek biztos nyerése van, ez csak elméletben van így. Mutatok még egy SV példát. Itt a fekete bábukat kell nézni, a fekete bábuk szimbolizálják az X-et, ez is például az SV-nek egy másik alfajtája. Ugye több ilyen, az SV-nek több ilyen kiinduló formája, több ilyen kiinduló alakzata van, itt a fekete bábuk jelentik az SV nyitást. Tehát amit az előbb mondtam, hogy az SV-ben elméletben az X-nek biztos nyerése van, ez csak elméletben van így. A gondok ott szoktak kezdődni, amikor az elméletet átpróbálod vinni a gyakorlatba. Ugyanis az alakzatot, magát, azt neked kell tovább vinni. Tehát az, hogy valaki SV-ben kezd, még nem biztos, hogy biztos győzelmet jelent az X számára, ugyanis ebbe az alakzatba az ellenfél nagyon erősen bele tud zavarni. És ezt tudnod kell, hogy ha az SV-t elrontod, akkor az ellenfél nagy eséllyel nyerni fog ellened. Most megpróbálok bemutatni egy példameccset az SV-re. Tehát most nézzünk egy SV-t, ha sikerül X ellennem. Most megpróbálok bemutatni egy példát az SV-re. Tehát gyakorlatilag az SV az egy kétélű fegyver. Nagyon könnyű belebukni. És a számítógép ugyan képes kivitelezni a tökéletes SV-t, mert az nem ember, de egy ember. Na pontosan ezért nem kell az SV-től tartanod. Közben én itt próbálok ellenfelet nézni magunknak.
És most, tehát most a meccseim során én megkísérlem az SV-t bemutatni, amint találok magamnak ellenfelet. Jó, hát a P7 az a long pro, az más. De szóljál ellen, jó lenne. Lássuk. Tehát most, hogyha sikerül játszanom, előbb-utóbb mindjárt, akkor SV nyitásban fogok kezdeni. Egyébként egy példát tudok mondani. Volt olyan, amikor egy 600 pontos nagymester ellen játszottam, jól emlékszem, Deinokokkusz, vagy valami hasonló neve volt. Tehát 600 pontos nagymester ellen toltam, és X-el akartam SV-zni két meccsben is. Mind a ketten ismertük fejből a legtipikusabb SV mintákat, és a lényeg az, hogy úgy belezavart az alakzatomba a harmadik lépésnél, hogy hirtelen nem tudtam, hogy mit tegyek. És 3-0-ra kaptam ki, annak ellenére, hogy SV-ben kezdtem. Na itt egy példa, most egy SV-ben kezdek. Na, például ez egy SV alakzat. Ez egy SV alakzat, lássuk, hogy mit tud ellene az ellenfelünk tenni. Lássunk, tudunk-e nyerni. Jó. Ugye itt 10 perces a játékidő. Jó. Tehát ez elvileg egy SV alakzat. Jó, nézzük meg. Itt. Jó. Nézzük meg itt. Tehát ez... Ahogy itt látszik, ezt most nem nyertem meg rögtön. Jó, és óvatosnak is kell, hogy legyek. Tehát látjátok, annak ellenére, hogy SV-ben kezdtem, ezt nem tudtam teljesen megvalósítani. Jó. Ugye itt a fenyegetés, F10-en, ezt nyilván ő is látja. Jó. Tehát látjátok, annak ellenére, hogy SV-ben kezdtem, nincs biztos nyerésem. Itt. Jó. Tehát a lényeg az, hogy az SV az egy kétélű fegyver, és igen komoly esélye van annak, hogyha valaki ugye SV-ben indít, akkor az X abban nagyon könnyen belebukhat. Tehát az SV-t azt nem annyira egyszerű végigvinni. Ugye itt most ez a fenyegetés. Hát nem érzem magam a legjobban. Jó. Húha. Sőt. Így nem szabadna állnom. Húha, hát ez basszus, ez szinte majdnem vesztett állás is. A körne, az X-nek ezt... Tehát látjátok, az SV-t nagyon könnyű elbukni. Most SV-ben kezdtem, haladó ellen, és basszus, alig bírom magamat tartani. Sőt, ez valószínűleg meg is nyerte, persze. Igen, hát ez cink. Jó, hát ez cink. Hát látjátok, ezt mondtam, hogy az SV-t nagyon könnyű elrontani. Tehát látjátok, SV-ben kezdtem, és most erre rá is faragtam, elrontottam. Jó, hát lássunk egy visz, nem kapunk. Tehát most ez igazából legyen arra példa, hogy az, hogy valaki SV-ben kezd, ezt nagyon könnyű egyébként elrontani. Na most ez ugye egyetlen egy példa volt. Most ez tipikusan olyan SV, amit nem annyira szeretek alkalmazni.
Itt, hogyha megnézzük, én például tipikusan, ha SV-t szoktam előhúzni a tarsolyomból, akkor én ezt a legtipikusabb standard SV-t szoktam használni. Tehát látjátok, hogy most 150-160 pontos ellen játszottam SV-ben, és éppen belebuktam. Tehát ez most nem jött össze. Ez most nem jött össze. Na most megpróbáljuk, hogyha ezt a sima SV-t nézzük, de most ő van X-el, na akkor mit csinál ellenünk? Tehát ő ezt az X-es nyitást követi. Na ez például nem SV, itt akkor tartjuk a sima X alakzatot. Tehát SV-t játszani az rendkívül kockázatos. Rendkívül kockázatos. Nagyon könnyű elrontani, lásd az előző meccsemet. Ugye? Jó. Oké. Jó. Azt mondja, hogy oké. C8, E6, nem. Itt most blokkálunk egyet. Tehát látjátok, ez nem egy SV-s nyitás, egyszerűbb a játék, mert nem SV-s nyitás. Jó. Tehát ugye még egyszer, az előző partimat, jól emlékszem, pont ő ellene, azért vesztettem el, mert ugye SV-ben nyitottam, és nem jött össze, nem tudtam összehozni. Tehát még egyszer, ha elrontod az SV-t, akkor elképesztően nagy esélyed van rá, hogy elveszted a partit. Igen. Jó. Aha. Jó. Igen, na most itt vajon... Most nem érzem magam annyira erősnek, vagy annyira nagy formában lévőnek. Jó, hát ezt védjük itt. Ugye most körrel vagyunk, tehát ugye körrel nem tudunk egyébként esvézni, nyilván. Jó. Oké. Oké. Jó, hát ezt meg megvédjük mondjuk itt. Itt elvenni az L oszlopban mindenféle lehetőséget. Jó. Oké. Most egyelőre védekezek, tehát egyelőre most nem akarok én itt túl nagy mozgásteret adni a barátunknak. Jó, ugye nyilván itt a fenyegetés. Itt. Hát ezt ne engedjük. Jó. Most pedig ugye itt a fenyegetés H5-ön. Húha, H5, K5. Itt védeni kell. Jó, hát nagyon remélem basszus, hogy ez nem nyerés. Az azért nem lenne a legszebb dolog. Azt a megint nyert! Ezt nem akarom elhinni. 190 pontos. Húha! Ja nem, hú, hál' Isten, hogy itt védeni tudom azt a mindenit. Ugye most G4-re J4-en van, és akkor tudom védeni. Tehát látjátok? Nem tudom, most vagy én nem vagyok formába, vagy ő nagyon erős. Nem tudom, melyik a kettő közül. Tehát látjátok, jó, mondjuk ez nem volt SV, tehát itt most biztonságosabban érzem magam. Hál' Istennek, hogy ez nem volt SV, de ahogy láthattátok, rendkívül könnyű elrontani. Hát ezt most kötelező itt védjem. Rendkívül könnyű elrontani, az SV ez egy kétélű fegyver. Ugye az első partit azt emiatt vesztettem el. Jó. Ugye itt ezt kivédeni. Jó, itt meg mondjuk legyen. Itt.
legyen ez. Itt van itt a fenyegetés. Jó. Legyen. Aha, ja, itt nem is lehet, mert akkor itt viszont nyert. Most ha ide tennék, akkor G8-on nyerne, ez kötelező, itt védjem. Ez kötelező volt itt védeni. Jó, lássuk. Kivédjük, gondolom most meg ide, úgy van. Tehát igazából, ahogy láttátok a példából is, az ember SV-ben nyit, vannak különböző nyitások, itt meg itt a fenyegetés. Jó, ezt itt védem. Tehát ahogy láthattátok egyébként a példából is, nagyon könnyű elrontani. Tehát most ugye az első meccset is azért vesztettem el, mert eléggé kacifántos és kockázatos nyitásba mentem bele, és akár egy haladó játékossal szemben is jelenthet ez már ugye vesztett állást. Jó, hát itt ugye F12 a fenyegetés talán, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. Az biztos, hogy itt az F soron készül valamire. Az ellenfelünk. Jó. Legyen itt. Itt. Legyen itt. Jó, itt. Hát basszus, ez nagyon döntetlennek néz ki. Uh-huh. Ez nagyon döntetlennek néz ki, ez az állás. Jó. Itt most elveszek itt az ötössel bármiféle ötletet itt ezen a B7 E10 átlón, igen. Igen, jó. Jó, szerintem itt egyébként az X-nek most kezd kifogyni a lehetőségből, de az X áll valamiért jobban. Igen. Jó, itt nincs, akkor védjük itt. Itt védeni kell a négyest. Jó. Oké, ez megdöbbentő módon ez döntetlennek néz ki. Tehát ez egy döntetlen játék. Ha nem szúrom el. Jó. Most nagyon ráment arra, hogy az X-el engem levédjen. Aha. Ez döntetlen lesz. Ajánlunk egy döntetlent. Hát nem, de 5 perc, 41 másodperc az rengeteg idő arra, hogy valami legyen. Tehát... Nem, és ebből ugye már egyikünk sem tudna kihozni nyert helyzetet, én szerintem. Ez durva volt, basszus, haladótól kikapni. Az azért egy kicsit cink. Jó. Tehát itt egyébként, tehát mondom, ez az SV nyitás, ez igazából mindig egy lutri. Mindig egy lutri, vagy sikerül végigvinned, vagy nem. Például az előbb én belebuktam. Tehát ugye, na most ha viszont ugye sikerül végigvinned, akkor az tényleg egy rendkívül erős kezdés. Ha viszont az ember elrontja, akkor nagy eséllyel belebukik. Lásd az előző partimat. Gondolom most ide, úgy van. Hát ez már...
Jó. Hát nem, ez döntetlen lesz. A következő meccsben hát nem értem, hogy miért nem fogadja el. Jó, na most akkor nézzünk egyet. Nem, megint lelépett. Ez azért nem a legszebb dolog. A következő meccsben én próbálok nézni egy ellenfelet, és próbálok megint SV-ben kezdeni. Ugye, jó, Little Boy, nézzük meg a Little Boy-t. Na nézzük meg, mit tud a Little Boy, tehát most megint SV-ben fogok kezdeni, de még egyszer hozzáteszem, hogy ez egy kockázatos nyitás, tehát vagy sikerül, vagy nem. Most a Little Boy kezd, akkor most lássuk, lesz-e SV. Nem, ő nem SV-ben kezd. Jó. Hát akkor jó. Tehát ő nem SV-ben kezd. Következőben, ha kapok visszavágót, akkor SV... Na, ez... Na, ha most ide tett volna, ha... Na, látjátok, ez az alakzat, az SV-nek a standard formája, az erősebb lett volna, hogyha H6-ra, ha H6-ra, F8-ra, E7-re, vagy esetleg G5-re tesz, akkor ez az SV-nek egy erős fajtája. A J7 az nem egy erős lépés. A J7 az nem erős. Az nem annyira erős. Most én emiatt kénytelen vagyok a H6-ot elfoglalni, mert így, most így blokkáltam ezt itt. Ezt itt, aztán nem akarom elkiabálni, hogy mi a helyzet. Mi a helyzet... Ugye itt ezt az átló, itt volt a fenyegetés, G9, F8 és D7-en, ugye itt 2x3 lett volna, ezért kellett ezt az átlót levédeni. Jó, lássuk. Tehát mondom, most ahogyan a Little Boy kezdett, most ez lehetett volna, ugye ezután, a Ferde 4-es után, ha nem J7-re tesz, hanem mondjuk G5-re vagy H6-ra, akkor ez lehetett volna egy SV-s kezdés. De nem. De nem. Jó. Gondolom most J6. Mert miért is ne. Úgy van. Jó. Jó. G4-en a fenyegetés. Ugye G4, majd K7, és itt tovább építeni, támadni. Tehát ezt kell leblokálni. Itt. Jó, tehát ez egyébként, ebből ki lehetett volna hozni egy erősebb alakzatot is. Igen. Tehát most, mivel nem az SV alakzatba indult az X, na pontosan azért van az X-nek egy nem annyira erős helyzete, mint amennyire erős helyzete lehetne. Jó. Igen. Jó. Na, ravaszkodjunk egy picit. Ravaszkodjunk egy picit. Ezt észre fogja venni valószínűleg. Igen. Azt mondja, 1, 2. Igen. Na vajon... Jó, ravaszkodjunk egy picit. Na vajon ez nyert helyzet-e a körnek? Csak aztán nehogy rajta veszek, basszus. Itt a körnek erős támadása van. Igen. Itt. Ugye most itt ezt védte ki. Most a H9J10-zel lévő 2-3-ast védte ki. Ja, és ez egy támadás is. Aha. Huha, sőt, elég erős támadás. Hú, basszus kulcs. Hú, ezt meg is nyerte. Azt, gyerekek, nem mi jó fáradtan játszani, tehát ezt meg is nyerte. Ezt megnyerte. Lássuk, tudnám-e valahogyan védeni. Ugye most itt...
Ja, nem. Jó, hát most kérdés, hogy... És itt van nekem a hármasom. Ugye most mivel hármasom, mert most nagyon nagy szerencsém volt, hogy ki tudom védeni, basszus. Itt most ugye nyerése van egyébként, az X-nek nyerése lenne. Sőt. Sőt, hú, még itt van egy hármas is. Fú. Jó. Igen, most itt ugye ez itt a fenyegetés. Jó, de itt meg megint lehetne hármasom. Hát... Itt most nem tudom. Jó, itt most muszáj, hogy aktív legyek és támadjak. Kérdés, hogy ebbe belebukok-e vagy nem. Itt most vagy ő nyer, vagy én. A helyzetem az katasztrofális. Tehát ez most, ez az esvés nyitás, ez nem sikerült a legjobbra, az biztos. Ugye most itt fenyegetek. Most ez mi? Nem vette észre, hogy itt nekem hármasom van? Ez trükk? Nem, nyertem. Jó, ez hármasom van, jó. Ezt megnyertük. Jó, tehát itt ő elrontotta az esvének az alakzatát. Most én most mutatok akkor még egy esvét. Most én mutattam azt a másikat, most megpróbálom bemutatni a standard esvét. Most megmutatom, ha hagyja, hogy a standard esvé milyen. Aha, de okos, oda tesz, jó? Tehát most megnézzük, milyen a standard esvé. Na, ez itt a standard esvé, ez. Ez a legáltalánosabb esvé. Elméletben én ezt már itt megnyertem, azért, mert az esvé. Tehát ez a standard esvé, és elméletben én ezt megnyertem. Elméletben. Na, látjátok? Tehát most itt kiraktuk az esvé nek a nyitását, most akkor menjünk arra, hogy meg tudjuk-e nyerni. Ugye? Tudunk-e nyerni? Tudunk-e nyerni? Hát nézzünk egy ilyet, nézzünk egy ilyet. Ugye most vagy itt, tehát vagy K8-on, vagy G5-ön van fenyegetés. K8, illetve G5. De ez pontosan amiatt, mert ezzel nekem megenged egy ilyen kristály alakzatot, emiatt ez elviekben az X-nek már nyert helyzet. Ha a kör nem aktív. Jó. Most itt a fenyegetés. Most itt elképzelhető egy ilyen K9, azt védeni kell L7-re, majd egy G6, tehát ha az ellenfeled SV, ugye most meg itt a fenyegetés, itt ezt védenem kell, tehát most K7, azt védenem kell K9-en, majd K5-re, ugye ő ezzel a 4-es 5-össel nyerne, tehát ezt nekem védeni kell. Ezt nekem védeni kell, mondjuk, jó, hát rontsuk el ezt az 5-öst, szerintem, de én itt nem akarok, jó. Jó, ez nem biztos, hogy a legjobb lépés, én nem akarok neki itt, most gondolom, hogy J8-ra teszek K9-et, most így eldurogtattuk egymás lehetőségeit. Tehát látjátok, nem minden esetben lehet az SV alakzattal azonnal nyerni. Ezt ugye itt kell védeni, most ezt megkockáztatom, hogy nem játszottam meg a legjobban. Itt meg itt volt a nyerés, itt fenyegetett J10, majd G10-re, azért ez a G10 lépés. Tehát látjátok, az, hogy valaki esvényitással nyit, ez korán sem jelenti azt, hogy mindig és minden esetben nyerni fog az illető. Ja, most meg ugye E4, majd E6 a fenyegetés. Illetve, hogyha mondjuk ide tennék, akkor ide tenne, akkor meg F5, F5, H5 és F7-tel megvan a 2x3-as, tehát ezt kell védeni valahogy. Valahogyan ezt védeni kell. Jó?
Tehát látjátok, a kör most viszonylag elég erősen tud támadni. Jó, itt... Jó. Tehát látjátok, az nagyon fontos. Hát igen, ez nyilván az E11 lépésemet védte ezzel. Jó. Ravaszkodjunk egy picit. Tehát látjátok, most SV-be kezdtem, pedig ez egyébként a kedvenc SV-s nyitásom, és látjátok, nem jött össze. Látjátok, valamiért most ez nekem nem jött össze. Egyébként, ha úgy gondoljátok, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Nagy örömünkre konstatáltuk a csapattal, hogy elértük a 70 feliratkozót. Jó, itt mondja D7. Itt. Aha, most ez itt nyerés lehetne, vagy lenne. Aha. Ja, hogy ő itt fenyeget? Aha. E6 a fenyegetés, akkor kivédjük. De itt most nagyon egyszerűen rá fog jönni, itt fenyegetek, tehát itt most D7-re kötelező úgy van. Jó. Itt. Jó, hát ezt most be is buktuk, ezt az alakzatot. Jó. Jó. B6, B8. Itt jó lett volna valami, de nem. Ez sem lett megengedve nekünk. Jó. Jó, itt most egyet nem engedje. Ezt el akarom kerülni, ezt a C6, E7, majd C10 fenyegető lépést, ez ezért ez a lépés. Fú. Igen. Na nézzük, mit tenne egy ilyenre. Az megint egy kicsit szakállas trükk. Igen, ott a hármas, itt. Jó, ezt védjük ki. Most egyébként az X jobban áll itt fönn, csak ha ügyes, akkor ezt nagyon jól ki lehet védeni. Tehát ezt könnyű védeni körrel. Ezt az állást könnyű védeni körrel. Igen, látszik, hogy egy kissé fáradt vagyok, ez látszik a játékomon. Jó. Úgy van. Lássuk, mit tenni egy ilyenre. Megint kiadtam magam. Ott, igen. Hát... Az a baj, hogy ezzel ez a négyes megsemmisült. Aha, ez érdekes. Érdekes. Igen, itt védjük a hármast. Hát ez nagyon döntetlennek néz ki. Kár. Kár érte. Ugye most, hogyha itt lenne hely, akkor M11, L11, majd ez, de ugye az a baj, hogy nincsen hely. Kéne még egy lépés. Kevés a hely, ez a gond. Hát most ide teszek ká. Aha. Hú.
Mert itt most ugye M8 majd L9-el fenyeget dupla hármas létrehozni az ellenfelem. Hát ezt kivédjük, most ezt hirtelen nem tudok erre jobbat, de ez most itt ki fogja védeni, fölül fogja védeni, fölül. Fent, és ugye itt meg az a baj, hogy túl távol van. Igen. Jó. Hát ez meg szakállas trükk, hogy itt akarok valamit. Jó. Jó. Igen. Jó, hát ezzel megint elárulom magamat, ugye K5 utána K3 majd J4, és itt ugye elég erős 5-ös, illetve 3-as támadás lenne egyszerre, tehát ezt muszáj, hogy védjem. De itt most adom magam, hogy M7-re, M7 a tervem, és ezt nagyon könnyű észrevenni. Jó. Hát ez, srácok. Ez. Jó. Jó, igen. Tehát látjátok, ugye még egyszer, hogy hangsúlyozzam, az, hogy valaki SV-ben nyit, nem jelenti azt, hogy ő ezzel nyerni is képes. Hát, na ravaszkodjon, így rögtön fogja látni. Aha. Itt, ugye itt a fenyegetés. Hát most ugye a H5 az nem lenne jó, mert azonnal látná, hogy K5-ön itt valamit akarok. Itt, aha, ez se. Jó, hát ravaszkodjunk. Gondolom most D5, úgy van. Ide. Hát, ha most itt meg támadni próbálnék, az nagyon szakállas, az a baj. Jó. Hát szakállas, hogy N9, vagy esetleg L11, vagy még a J12 is jó. Hú, basszus, bele is kell húznunk. Jó. Kevés a hely. Aha. Kevés az hely. Itt meg rögtön kiadnám magam, hogy itt az L oszlopban akarok valamit. Hát egyelőre itt most esélye nyerni csak az isznek van, tehát csak nekem van esélyem nyerni ebből. Csak ugye az a baj, most ugye azt a példát követjük, hogy most ész nélkül védekezünk. X, jó. Ide. Á, jó, nézzük meg ezt, de rögtön rá fog jönni, hogy mire készülök. Tehát ezzel kiadom magam. Gondolom, hogy H5. H5. Hát H5, igazából nem tudom most így, hogy ebből mit tudnék többet kihozni. Ha itt elkezdek építkezni, rögtön rájön a Little Boy, hogy mit akarok. Gondolom, most jön egy H5. Egy H5, esetleg egy K5. K5 kivédem, aztán utána a H5. Tehát ezt észre fogja venni. Nem. És nem. Ja, hogy itt ez lett védve, aha.
Jaj, itt ez a fenyegetés. Ami ugye G3, védem és H2. Aha. Jó, hát ez kötelező védelem, tehát ez fenyegetés, ezt védeni kell. Basszus, hú, de megijedtem E4-re, hogy E4-re elvesztettem, de nem. Itt most fenyegettem nyerni, igen. Jó, hát ugye ez, ja, ez védelem kell, oké. Okay. Basszus, majdnem nem vettem észre. Hát ugye ez itt nem fenyegetés, itt sehol. Jó. Hát itt ezt az ötös leblokálom, lássuk. Ugye ez a négyes, ez semmi. Jó. Hát ez döntetlen. Tehát másfél-fél. Ez döntetlen, hirtelen nem tudok ebből. Talán mit kihozni? Az X-nek, az X egy hajszányival jobban áll a több lehetőség miatt. De ezek mind könnyen blokkálhatók. Jó. Lássuk. Ugye itt ezt kivédjük. Jó. Itt. Jó, itt akkor egyet védjünk. De itt egyébként nem fenyeget, én szerintem semmivel. Vagy igen? Jó, hát védjünk egyet. Itt most itt ki kell védeni. Úgy van. Jó, itt. Jó, ezzel most a körnek nincsen semmije. Ez nagyon-nagyon egy kicsit unalmas ez a parti. Az X-nek egyébként előnye van. Az X előnyben van. Ezt nem hiszem el. Azt nem akarom elhinni. Srácok, én ezt fel is adom. Jaj, nem vette észre. Itt egyébként nyerhetett volna. Hú, 2 másodperc. Hát ez megnyerhette volna, nem néztem az időt, de most egyébként nyerése lett volna. Egyébként most nyerése lett volna az X-nek. A körnek. Hát ezt már vége. Nem néztem az időt, kész, tehát tök mindegy. Jó, egy, srácok, én köszöntöm is szépen a figyelmet, ezt nekem mára hagynom kell. Iratkozzatok fel, és akkor találkozunk a következő videóban. Világos voltam. Sziasztok!